Az önző mindig csak magának élt, de végül átok ült rá. A mélybe kétszer szállt alá, nyom nélkül fette el a rög. Lelkéért senki sem könyörög. 1993-ban Harold Remis elkészítette az Idétlen időkig című filmjét. Az imént Sir Walter Scott-tól idéztem ugyanazokat a sorokat, amelyeket Rita mond el félnek, ami oly jól mintázza a főhős karakterét történetünk elején. Az időjós, akit az Isten háta mögé küldenek, hogy onnan tudósítsa mormota napján azt az eseményt, amelyet minden évben megrendeznek. Ha a meglátja az árnyékát, akkor a tél még öt héttel tovább tart, és Phil utálja ezt a helyet, utálja ezt az egész eseményt, és ez számára az egyik legrosszabb nap. Hát pehjére kénytelen lesz jó hosszú ideig ezt a napot átélni, hiszen ahogy felébred, újraindul a nap, majd újraindul, 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 és egészen sokáig, míg ki nem tud belőle lépni, de ehhez nagyon hosszú út vezet. Az a film azért nagyon érdekes, mert egyszerre vígjáték, romantikus film, és egy nagyon komoly lelki fejlődés története. Filt Bill Murray játsza zseniálisan, a másik főszereplő a producer pedig Rita Andy McDowell. Mind a ketten nagyon-nagyon jók a filmben, nagyon jó a kémia köztük, és már az első pillanatban, hogy meglátják egymást, van egy szikra. De nagyon hosszú út vezet odáig, míg ebből tényleges, Kapcsolat tud lenni. Hiszen az elején fil egy e, olyan figura, aki szóba sem jöhet ritának, hiszen nem csak hogy önző, cinikus figura, hanem igazából semmi kedvességet nem mutat. Pedig ott van benne, ott van benne. És a film végén, amikor ez kiteljesedik, akkor valahogy annak ellenére, hogy egy, egy új minőségként jelenik meg, mégis érezhető, hogy mindig is benne volt, még ha mélyen el is volt nyomva. Amikor megtörténik fillel ez a szörnyű dolog, hogy újra fölébred az egyik legrosszabb napjában, akkor először nyilvánvalóan hitetlen kedve kezdi el ezt kezelni, majd később rájön arra, hogy beleragadt ebbe a napba, és hát ezt követi az a felismerés, hogy gyakorlatilag bármit következmények nélkül megtehet, kiélheti az összes vágyát, amit meg is tesz, mégsem hozza el ez számára boldogságot, mégsem lesz ettől elégedett. Mert ő, mióta meglátta Ritát, beleszeretett. És, és, megpróbál mindent, főként manipulációs technikákat, információkat gyűjt Ritáról, és megpróbálja levenni őt a lábáról. És ez többé-kevésbé sikerül egészen addig, míg Rita rá nem jön arra, hogy itt valami nem stimmel. Ritának nagyon magas az érzelmi és az értelmi intelligenciája, így felismeri azt, amit néhány másik nő, akit levett a lábáról, Phil nem ismert fel, hogy ez manipuláció. Phil önző módon magának akarja őt megszerezni. Ez nem egy olyan uh, tiszta uh, próbálkozás, amivel ritárt le lehetne ténylegesen venni a lábáról. És amikor Phil rájön arra, hogy ez nem megy, ez nem működik, nem Tud igazából se úgy boldog lenni, hogy, hogy megéli a vágyait, se úgy, hogy, hogy szerelmét megszerzi magának, akkor összedől minden, és megpróbál öngyilkos lenni, ami szintén nem sikerül, bármilyen módon is próbálja, újra felébred másnap. És itt kezd eljönni a beletörődés fázisa. Nagyon érdekes, amikor beletörődik, akkor van egy nap, amit Ritával eltölt, és, és Rita e, érdeklődéssel hallgatja azt, így, itt van az a vicces dolog, amikor mondja Piru, ő egy Isten, hiszen mindent tud. Olyan régóta él itt, hogy már mindenkit ismer, és, és Rita tényleg, tényleg kíváncsi rá, tényleg itt már, itt már nem az a felfuvalkodott alak, mint korábban. De ebben a beletörődés fázisban ott van az önsajnálat még. Ami igazából gátolja a valódi elfogadást. Hiszen amit láthatunk a film végén, amikor ténylegesen fél elfogadja a helyzetét, amikor elfogadja azt, hogy nincs kiút, beleragadt ebbe a napba, és lehet, hogy örökké benne lesz, lehet, hogy bármit tesz, soha többé nem fog tudni ebből kiszállni, amikor ez ténylegesen el tudja fogadni, akkor tud belőle kilépni. De addig még vezet nagyon sok idő, hiszen ténylegesen a beletörődés fázisában a fejében már megjelent az a gondolat, hogy, hogy amit tenni tud, az a mások felé fordulás, és ez az ellentéte a korábbi önmagának, hiszen ő utálta az embereket, nem akart az emberekért semmi jót tenni, és itt megfordul Phil, és elkezd tenni másokért, elkezd kifelé élni, elkezd kifelé nézni, ahogy a híres pszichiáter Viktor Frankl mondta, az a szem, amely magát látja beteg. És itt ugye a tükröt tegyük félre, a szürke hályogra gondolhatunk, például amikor a szem saját magát látja, vagy szembetegségekre, de amikor a szem egészséges, akkor csak a külvilágot látja. És pont ez a kifelé fordulás hozza el azt, amit ő mindig is keresett. De direktben nem lehet megtalálni sem a boldogságot, sem az önmegvalósítást, hanem ezeket akkor kapjuk meg, hogyha kifelé másokért hozzájárulunk, másokért teszünk. Olyat cselekszünk, amelyet mi képesek vagyunk megtenni, és másoknak hozzáad az életéhez, hozzáad magához az élethez, és ez, ez a fázis jön el fil életében, a film utolsó uh, fél órájában, és itt láthatjuk filt, ténylegesen megváltozni, ténylegesen jó emberré válni, vagy olyan emberré válni, aki mindig is volt, de nem élte ezt a minőségét. És amikor tényleg elfogadja az, hogy annak ellenére, hogy ő most mindent ad, mindent megtesz, mégsem fogja ezt visszakapni, és mégsem fog ajándékul kikerülni ebből, amikor ezt elfogadja, akkor másnap Rita mellette ébred, és nagyon hosszú idő után a rendező egyik interjújában, körülbelül tíz évig volt ebben a napban, nagyon hosszú idő után, február másodika helyett február harmadika van. És ez nem csak a napot változtatja meg, nem csak az ő életét változtatja meg, nem csak Rita életét változtatja meg, hanem a film mélysége és hatása miatt talán a mi életünket is. Ha tetszett a filmelemzés, akkor kérlek lájkold like a videót, ajánl tovább ismerőseidnek. Nemrégiben készült egy rádió beszélgetés a filmről, belinkelem, kattints rá, hallgass meg azt is, hogyha tetszik a film, ha érdekel, ott mélyebben is belemegyünk a film részleteibe, különböző aspektusaiba. Jó szórakozást kívánok hozzá. Hamarosan jelentkezünk. Sziasztok.